amit összegyűjtöttem. A hagyóper negyedrendű vádlottja visszavonta az elhíresült Nokia-s dobozos vallomását. Balogh Zsolt, aki egy ideig a BKV megbízott vezérigazgatójaként dolgozott, korábban azt állította, hogy Hagyó Miklós arra utasította, évente 15 millió forintot adjon át neki. Azt is mondta, hogy a pénzt eljuttatta a szocialista főpolgármester helyettesnek, másodszor egy Nokia-s dobozban adta át neki személyesen. Balogh Zsolt most azzal indokolta a vallomás visszavonását, hogy annó azért tett súlyosan terhelő vallomást Hagyó Miklósra, hogy ne tartóztassák le, mint a többieket. Hát, magyar doktor úr, öné a terep, csak képességgel azt hiszem, senkinek nem kell elmagyarázni, hogy milyen pszichikai nyomás alatt van az, aki nem szeretne bent aludni itt szaka. Hát ez egy fokkal kedvezőbb, mint amikor bent van. És azt mondják, hogy akkor mehetsz haza, ha mondasz valami értelmeset, ami más vádra dokumentációs értelemben bizonyítékká válik. De akár úgy ronda dolog. Azért akkor hát megállapodhatok, nem azt mondani, hogy Nokia-s dobozban 15 millát kellett átadni, ez nem más, tudom, évente, és ettől a másikat bevarják. Ez nem más, mint egy pszichikai kényszervallatás. Mert azt mondják, vagy azt éreztetik az ügyféllel, hogy ha nem így beszél, akkor hátrányok fogják érni. A visszavonás hitelességét pedig majd a bíró fogja mérlegelni, hogy melyik vallomás az, amely alapul vehető. Az, ami a visszavonás tartalma, vagy az, amit eredetileg tett. De ha valaki felolvassa a visszavonó vallomását, az számomra nem elég hiteles. De ezt büntetlenül meg lehet tenni, hogy én akármit mondok a bíróságon, és aztán évek múltán visszavonom, hogy bocsánat, eszembe jutott, hogy mégsem csináltam. Értem a kérdést. Attól függ, hogy milyen minőségben. Te nem teheted, mert még nem vagy vádlott. Majd ha vádlott leszel, akkor van rá lehetőséged, hogy azt mondsz, amit akarsz, és nem kell igazad. Ma annyit hazudsz, amennyi beléd fér. Vádlottnak kell hozzá lenni, tanúként nem elegáns, mert az hamis. Vádlottként hazudhatok bármennyi? Korlátlanul. Szeretnél vádlott lenni ezek után? Egyébként azt gondolom, hogy ezek... Vádlottként akár hamisan is lehet vádolni egy másik vádlottal. Nem, más bűncselekmény elkövetésével nem vádolok. Se kötelezhető, nem, ő a saját szerepéről beszélt, hogy én kérem, átadtam pénzeket. De az a várolja a másikat, vagy gyanúba keveri. Tényállást mond, aztán ezt jogilag minősíthetik. De másnak a bűncselekményre való vádolása az tilos. Önvádi tilalom sincs, tehát nem vagyok köteles önváddal magamat sújtani egy bűncselekmények követésével, de egyébként úgy védekezek, hogy akarok, meg se kell, hogy szólaljak. Ha eddig nem szólaltam meg, és most megszólalok, akkor azt is figyelembe vehetik. De ebben az esetben, csak azért furcsa ez, mert visszavont egy olyan vallomást, amiben arról beszélt, hogy a másik bűncselekményt követett el. Meg ő is. Tehát azzal, hogy ezt visszavonta, akkor ezzel a korábbi vallomásra az nem válik hamis váddá. Mondom, vádlottként nem vádol, vádlottként ő mondja, a másik embernek való terhelő vallomásának lehetnek következményei. Azt kérdezi az Ákos, hogy az előző vallomása, amit most visszavont, az tulajdonképpen egy vádat fogalmazott meg, és hogy az nem büntetendő cselekmény. Azon alapul a kétharmad, meg egy esetleges elítélés. Egyéb érdekesség, ezt önállóan lehet mérlegelni, de ebben az eljárásban az ő szerepe kifejezetten arra korlátozódik, hogy a bizonyítékként felhasználható-e. Az, amikor terhelt, vagy amikor visszavolt. Jó, hagyjuk most ennek nem lesz a jogi része szerintem sem olyan nagyon érdekes, nem annyira fontos, hogy mint majd inkább most mi lesz. Azok a vágóképek, amikor vezetgetnek, nem, hogy vezetgetnek, a Nokia-s doboz fogalommal változott. Így van. És ez a fogalom, ez kiderült, hogy ez egy kamu vallomáson alapú kiderül. Van egy olyan vallomás ugyanennek az illetőnek, aki azt mondja, hogy a korábbi nem volt igaz, és amit most mondok, ez az igaz. Kívülről nagyon nehéz megítélni. Hozzá csatlakozva, ugye annak idején a bankárkormány. Emlékszünk a megyes idején. De ez ugyanúgy a Nokia-s doboz, ugyanaz, mint a bankárkormány. Tehát egy skatúja, egy szlogán, amit megállás nélkül nyomni kell az emberek fejében. Tehát ez tulajdonképpen, ez az egész erről szólt. Egy kommunikációs fogás. Ezért kell kommunikációt tanulni. Erős szimbólum volt. Nagyon hatásos szimbólum volt. És mint hogyha az utóbbi időben mindenről kiderülne, tehát nem régen kiderült, hogy a polgári Magyarország is csak egy kommunikációs szleng vagy fogás volt egy bizonyos tanácsadó részéről, aztán ezt azért vitatták többen is politikai vezetők, de hogy egy csomó minden, ami kormányra segítette a jelenlegi hatalmat, az úgy tűnik, hogy
nem volt, nem teljesen igaz volt, mint, és próbáltam nagyon finom és nőies lenni. De a politikában sok minden van, amire lehet azt mondani, egyrészt egy tényleg ilyen pragmatikus szempontból ez egy politikai termék, miközben lehet, hogy tényleg meggyőződés van mögötte. Tehát például a polgári Magyarországnál a Géfodor Gábor féle megközelítést azt értem, de nem értek egyet vele. Tehát a különbség itt van, hogy egy politikus ugyanúgy, ahogy egy vádlott, nem köteles igazat mondani, és az ő tudománya pont arról híres, hogy mindig az érdekeknek megfelelően szólal meg. Ákos nagyon érdekeset mondott, azt mondja, értem, de nem értek vele egyet, ez nagyon-nagyon fontos. Én meg az a legészen, hogy értem, nem értek vele egyet, főleg azzal nem, hogy bevallotta. Tehát, hogy tulajdonképpen... Igen, ez kicsit olyan, ugye ezt szokták mondani sokan, akik kampányokkal foglalkoznak, hogy az sem biztos, hogy mindig szeretnénk látni, hogy az az étel, ami elkészült, az pontosan milyen folyamatok eredményeként kerültenék az asztalra. És szerintem ez egy jó analógia. Ez a Pariser effektus, nem? Hó, pláne. Igen, nem tudjuk, miből készül. Minden esetre azért az tényleg egészen furcsa gondolatokat indít el az emberben, hogy mindaz, ami jelkép volt 2010-ben, mindaz, ami a szocialista pártnak ilyen kiheverhetetlen, gyakorlatilag kiheverhetetlen sérülést okozott, mindaz, amit én is elhittem, simán elhittem, hogy itt a korrupció hátán erodálta szét a baloldalt, illetve a szocialista pártot, az ilyen elemenként mondjuk 5 év múlva, 4 év múlva, 6 év múlva, részleges felmentéssel, teljes felmentéssel végződik. Hunval György, 7. kerületi polgármester volt nálam, jogerősen van felmentve most egy hónapja körülbelül. Egy ügy volt, amiért egy évre el tudták ítélni, úgyhogy már 3-at ült közben, és az az egy ügy is, hát most nem megyek bele, tök mindegy, az azért nagy valószínűséggel nem kapott volna egy év letöntendő szabadságvesztést, igen? Egyetlen mondatot a szakma védelmében, hogy így kiragadni egy filmben, vagy itt a megbeszélés körében egy vallomást és annak visszavonását nem szakmai, tehát nem tudományos, mert a bíróságnak a bizonyíték rendszerét kell mérlegelni, és abban egy ilyen szál, hogy mondott Nokiát, vagy nem mondott Nokiát, lehet-e valóságtartalma, a többi bizonyítékkal kell egybevetnie. Doktor úr, én nagyon tisztelem a jogot, úgy, ahogy van, csak annyit szeretnék mondani, hogy azok a szocialista polgármesterek, 11. kerület, 7. kerület, a meghalt 6. kerületére már nem emlékszem az ügy részletére, de ott is, most pedig ez a visszavont Nokiás vallomás, azt a képet Ákos, kell, Ákos, még mond egy pár hogy ez egy mondatot, tudatos offenzíva, volt nagyon biztos, jól felépített. Biztos, hogy volt már tudatos offenzíva is, de hogy mennyi volt a valóság alapja, és hogy az igazságszolgáltatás végül, tehát hogy itt arról van-e szó, hogy alaptalan volt az egész, vagy pedig csak a bíróság előtt nem állt meg, mert nem tudták rájuk bizonyítani. Ugye itt azért az emberben sokszor ennyire gyagya lenne a bíróság sorozatban? Én nem, ezt nem a politikai részét nézzük. Itt az idő múlásától kezdve annyi minden közre játszik, de ne kezdjünk jogászkózni, mert már három is vagyunk. Akkor hazamegyünk. Nézzük a következő filmet.